tudni akarom, hogy mertetek egyletet alapítani. Amikor megmondtam, hogy semmiféle egyletet nem tűrök meg. Ki alapította? Én alapítottam, tanár úr, kérem. A vesz. Aha. Persze gondolhattam volna. Persze gondolhattam volna. Na, hadd halljam, mi volt? Hagyd egyet. Valaki beárulta. A Grundról nem kérdezett? Arról nem. Egész biztos? Biztos. Arról nem volt szó. Már attól féltem. Betiltotta? Be. Most örülsz, ugye? Tudod, hogy mindig utáltam. Hát most vége. Most aztán se pecsét, se pénz segít. Hiszen ez az. Legalább az volna. Legalább egy kis rohadt büdös gittünk volna. A van. Az oda nézitek! Micsoda gyöngyási karamecső! Na szevasztok, megyek, mielőtt rosszul lesz. Öregem, hol szeretem? A szertárban, ahol álltam, a csontváz mögött. Egy új ablak volt. Mutasd és... csak! Isteni puha! Nagy vagy! Megmentetted az egyletet! Ha git van, akkor egylet is van! Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik ma velem vannak. Isteni puha! Fifika! Azaz Ficsor Gitrágó, Lóci Gédius Zoltán. És Pifu Krisztián Arias Pújó. Isteni ez a git. Nekem egy kicsit elcsúszott a felvétel, és ezért még nevettem itt a végén. Honnan szerezted a gittet? Finom puha. Tudhattam volna. Tudhattam volna, hogy a vejsz. Óriási, nagyon kemény. Hát hiába. Akkor is voltak már klasszikusok. Halhatatlanok. És ez olyan lesz, mint a hegylakó, a végén csak egy maradhat. A vejsz. Úristen. Ez nagyon stíl volt. Hát, gyerekek, elfolyt a likviden. Nem hiába a kötelező irodalom, azért lássuk be. Na, akkor hagyjuk a trollokat, és legyen valami boldog dolog. Világ vapérjai, egyesüljetek! Ismét. No, mi, hol? Ismét. Szeptember 18-án. Imáron harmadszor. Imáron harmadszor, így van, ismét World Vaping Day, aminek az egyesület is szerves szervezője, résztvevője. Valószínű, hogy ez a harmadik alkalom, illetve hát most is, nem hogy valószínűleg biztos, hogy az FI lesz a középpontban. A pontos részleteket azt a következő podcastben fogjuk elárulni, addig mindenki izgulja magát szana szét. Egyébként igen, jól emlékeztünk, hogy ez a harmadik, mert... A cikk azt írja, amit majd belinkelünk, az első 2012 márciusában volt. És itt van egy friss térkép, hát illetve augusztusban tették ki ezt a térképet, akkor aktiválták és update-elték. Ott van egy event lista, hogy hol lesznek rendezvények. A magyart nem látom sajnos rajta aktívként, úgyhogy lehet, hogy majd kéne tenni az ügy érdekében, mert Ausztriában, a cseheknél látok ilyet, Németországban rengeteget, szinte végig tudom követni az autópálya nyomvonalát. Illetve bocsánat, ahogy nézem, ezt rosszul mondtam, mert ez a 2012-esnek az event mapje volt.
Így van. Úgyhogy a mostani nem készült el, lehet, hogy akkor utólag fog egy ilyen gyűjtés szerveződni, hogy hol volt bármi ez, is. Ez mindig is így történik egyébként, hogy ott, ahol valamilyen megmozdulás volt, ők beküldik azt, hogy éppen mit és hol, de ehhez nem kell egyébként sok minden, tehát ha 10 emberig sétál a városon, és mindenkinek azt mondja, hogy boldog vaper napot, az már egyfajta, nem is tudom, megmozdulásnak számít, illetve gesztusnak. Úgyhogy itt inkább fotókat. Így van, itt inkább arról van szó, hogy megmutassuk magunkat egy picit. De ettől jobban szoktuk magunkat megmutatni, úgyhogy következő podcastre tartogatjuk a meglepit. De ha már megmutatjuk magunkat, akkor itt van 9 jó tanács, hogy hogyan ne mutassuk meg magunkat. Csokorba szedve. A Csörnmegen hozták le a cikket, és összeszedi, hogy melyek azok a viselkedési formák, amitől lehetőség szerint, mint lelkes vaper tartózkodjunk, mert visszatetszést kelthet. Első pont, ne használd az elektromos cigarettádat úgy, mint egy ködgépet. Bár ez mostanában rendkívül nagy divat, és őrülten jó dolog minél nagyobb ködöket fújni, ezeket tök jó otthon, meg YouTube videókon megcsinálni, de hogyha a szegény, szerencsétlen, mit sem sejtő pógárokat állandóan 8 köbméter köddel leped meg, akkor igencsak föl fogják vonni a szemöldöküket, és inkább visszatetszést válthat ki belőlük, mint szimpátiát. Ennek egy sajátságos verziója, a második pont a moziban vépelés. Ha már valaki mozi jegyet vált, akkor nem biztos, hogy azt szeretné nézni, amint éppen a főhős lelőne valakit, azt egy hatalmas ködbe borítja az előtte ülő vaper. Úgyhogy... Igen, de mondjuk egy Omega koncerten teljesen elveszel szerintem a... Föl se tűnik senkinek. Föl se tűnik senkinek, hogy te fújja le a füstöt. Csak nem, hogy olyan csővel fújd a füstöt, mint ahogy az Omega koncerten annó a hőskorban. Erről a moziban vépelésről ugye emlékeztek még arra, mikor, hát illetve emlékeztek, hát nagyon fiatalok. Mikor lehetett dohányozni a moziban? Mikor lehetett dohányozni a moziban. Tehát én egyébként erről majd végigmegyünk rajta nyilván, de hogy ezt teljesen normális dolognak tartom, hogy közösségben, ahol nem lehet dohányozni, ott vépelni se. Tehát olyan közösséget, tehát egy konferencia közepén kezdek el gőzt fújogatni. Ha csak nem egy vaper konferencia. Ha csak nem egy vaper konferencia, így van. De lehet egyébként, hogy még ott is zavaró lenne, hogy nem látod a prezentációt, meg tehát például engem kifejezetten zavarna, hogyha Abdul mellettem szívna a Donald rágóját. Láttunk már ilyen konferenciákat, szerintem ott jól nyomon lehetett ezt követni, tehát jelzésértékűen minden konferenciénak fönt volt az asztalon az elektromos cigije, de nem használták, vagy ha használták, akkor egyszer-kétszer beleszívtak, csak hogy hát, tudassák a... Kell. Igen, hát meg hogy csak tudassák a közönséggel, hogy ezt képviselik. Hogy ez működik. Igen. Na, még az jutott eszembe, ha már az Omega koncertet említetted, hogy lehet, hogy a zenekarok ezt így fölmérhetnék, hogy simán megúszhatnák a hát így az első két sport kibérelni. Vaper grupikat kell alkalmazni. Na egyébként közbeszóltatok, vagy illetve belém folytódott a szó, azt nem tudom, mondtam-e már előző podcastekben, hogy az Omega, hát ugye ők is legatyásodva kezdték a történetet, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit használtak füst elvezetése, illetve a füstgéphez, füstgéptől a színpadig vezetéshez a füstöt. Nagy a csönd, nem tudjátok. Szennyvíz szippantó autónak a csövét. Wow. Én annak idején olvastam a Rock napszámosai című könyvet, amiben az Omega együttes is szerepel, illetve az Omega együttesnek a technikai gurúja,
meg egy pár ród, aki végig bulisztazza meg a koncerteket, illetve felépített a színpadot, meg egyebeket. Hát ők nagyon-nagyon lent kezdték, és Európa egyik legnagyobb ilyen színpadi vállalkozásával nőtte ki így szépen a háttérbe magát az Omegának a hangfény. Szippantó technikával, igen. Tehát azért az a szippantócsi az nagyon sikeres lett aztán. Azért is aktuális ez most, amit mondtatok, mert az előző podcasthez hozzá kommentelt valaki az oldalon egy pillanat. Tesztek, igen. Azt hittem azért aktuális, mert megint meg a Bécsi koncert lesz. N plusz egyedik, igen, de nem. Hanem megjött hozzászólásban, hogy kérdésként felmerült, hogy nem nagyon hasonló az elikvidünk a diszkókban és egyéb helyeken használt látvány füstanyagával? Nekem olyasmi rémlésem van a régmúltból. Most én megnéztem az Eurolight füst folyadék adatlapján, a 2-2 oxi dietanol és a dietilenglikol szerepel, úgyhogy ez nem a tüdőbe való vépelni való cucc. Ha ilyet szeretne valaki, akkor menjen ki mondjuk Angliában, nem nevesítjük a kereskedőt, egy fogpartira, és ott aztán lehet ilyennel mókázni. De hát egyébként betettem a technikai adatlapját ennek a füstfolyadéknak, mindenki végig olvashatja, tanulmányozhatja. Hát pedig ez ott a koncerten bekerül a tüdőbe. Nem igazán kerülhet az be a tüdőbe, mert nehezebb, mint maga a levegő, tehát ez a padlón, a talajon. De ezt a színpad magasságába terül. Szokták nyomni, és az meg a nézőknek felmagasságban van. Hát igen, de ahogy a színpadról lejön, az le is hömpölyög a lábadhoz. Igen, egy picit olyan, mint a száraz jég. Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy a kisebb termetű embereket az nem veszélyezteti-e súlyosan. Más az a füstfolyadék, amit ilyen célra használnak, tehát ez a látvány elem, hogy mint egy ilyen túlvilági köd, így megül a színpad alján, az nem ugyanaz a füst folyadék, mint amit mondjuk egy diszkóban tolnak a közönség közé, és az ott gomolyog jobbra-balra. És most már ez nem is nagyon divat egyébként, tehát ahol én járogatok, technikai szemmel nézem a dolgokat, és nem azért járok, hogy szórakozzak. Jársz dizsibe csinálni. Dolgozni. És ott például ezekről le is szoktak már, régen nagy divatja volt a habpartinak, aztán most már inkább csak ezeket a CO ágyukat látni mindenhol, abból túl nagy gond nincsen, hogyha egy kis szénsavval megfújnak téged, még talán jó is lehet, hogy kicsit lehűsít. Úgyhogy ez csak egy kitérő volt, egy apró kitérő, de mint érdekesség gondoltam, megemlítem, viszont jó lenne, hogyha azokon a pontokon még végigmennénk. Még végigmennénk, így van. Milyen pontokon? Hát a Churn Megan, ami volt. Tudom, megyek. Haladok tovább. Nem tudsz menekülni. Harmadik sarkalatos pont, hogyha szülői értekezletre mész a gyereked iskolájába, akkor lehetőség szerint ne véped végig az egész épületet, mert pont azt a fajta visszatetszést váltja ki, ami a mostanában zajló hisztériára jellemző, és pont ezért sipítoznak, hogy rossz példával jár elő, és juhé, nem szabad ilyet csinálni, úgyhogy iskolába próbáljuk meg nevépelni. Jó, mondjuk itt pont egy fura példa, mert a szülői értekezletre gyerek nem nagyon megy, de valóban, tehát ha eddig egy dohányos kibírta, hogy ha épületbe lépett, nem gyújtott rá, akkor ugyanúgy azt is kibírja, hogy ne vépeljen. Most már az a jó, hogy annyi adáson vagyunk túl, hogy sok-sok száz témát érintettünk, és ugye mondtam, hogy ha valaki kibír egy transatlanti járat 9-10 órát, akkor szerintem egy szülői értekezlet másfél órát is. Igen, csak itt a szülői értekezleten ugye az a probléma, hogy amikor ezek vannak, még ennek számtalan szó volt, hogy még tele volt gyerekkel az iskola, mert hogy ugye a délutáni műszak meg egyebek
mentek. Tehát itt gondolom ezért van ennek jelentősége, nem az, hogy mert többi szülő ezt látja. Nem tudom, nem az a korosztály vagyok, aki szülői értekezletre járna. Lehet, hogy majd egyszer az lesz, hogy azt mondják, hogy a Weiss szülőket kérem, mert a fiúk gittet rágott. De nem találkoztam. Én arra emlékszem, hogy én mikor gyerek voltam, mikor menekültem otthonról, mert tudtam, hogy a szülői értekezletnek este 8 körül vége van, aztán utána egy kis moratóriumot hagytam anyáméknek, hogy földolgozzák az ott elhangzottakat. Ennyi. Én emlékszem, én pont akkor voltam középiskolás, amikor bejött az a szabályozás, hogy az iskola területén egyáltalán semmilyen formában nem lehet dohányozni, és a bejárattól is 5 méteres körzetben nem. Úgyhogy onnantól kezdve aztán minket WC-ben dohányzókat újult erővel üldözött a rendszer. Már az akkor is volt ilyen 5 méteres történet? Történet. Soha nem felejtem el, hogy tehát az azért az aljasság teteje volt, amit csináltunk, tehát nem elég, hogy bent a WC-be dohányoztunk, hanem amikor elszívtuk, akkor a végéből kimorzsoltuk a dohányt, megnyálasztuk a filtert, és hogyha kellően függőlegesen hajítottunk föl, akkor a mennyezetem fölragadt. Úgyhogy úgy nézett ki a fiú WC, mint valami stúdió mennyezetért. Mi ezt speciális mi ezt az iskola falánál csináltuk meg, és szívvel kiraktunk, vagy a cigarettacsikkekből kiraktunk egy szívecskét. Milyen romantikus lelkek voltunk. Az viszont már modern művészet, ne hülyeskedj. Igazi reneszánsz emberek. Szóval arra emlékezt, hogy visszatérjek arra, amit félig sem fejeztem be, hogy emlékszem erre, amikor ezt betiltották, és onnantól kezdve újult erővel üldöztek minket, és a folyosós tanár az rendszeresen sokkal gyakrabban látogatta a fiú, illetve lány illemhelyiségeket, hogy lefüleljen minket, mindeközben dohányzott a folyosó közepén. Az a fura egyébként, hogy nekünk nem nagyon volt így az iskolában, a WC-ben bagózás, mondjuk nagy volt a suli, és volt az épület mellett annyi hely, hogy ott bagóztunk, de tehát ez is olyan fura dolog, hogy gyakorlatilag a tanári szoba ablakán így kikönyökölt a tanár, és tudod, így várt egy picit, még látta, hogy kik azok, akik úgy dohányoznak, és utána csak fütyült egy férfiasat, nagyon durva volt, Kingás volt, máig nem feleltem a nevét, Kingás volt a műszaki rajz osztályfőnököm, és így integetett, és mondta a neveket, hogy te, meg te, meg te, meg te, órára nem kell bemenni, gyertek fölfele az igazgató irodába. Úgyhogy, de pont itt a negyedik pontnál van, hogy még a WC-n se csináljuk ezt a, hát ott úgy írják, hogy bathroom break, de tök jó, hogy ilyen neve van. Tehát ezt a történetet, egyből egyébként a repülőgépes stikában cigizés jutott eszembe a WC-n. Én egyébként azt most ezen gondolkozom, hogy nekem is van egyébként pedig olyan, mikor elmegyek elmélkedni oda, hova király is gyalogjára munkahelyemen, és ott azért elő szokott fordulni, hogy a WC-n használom. Hát az mondjuk teljesen bocsánatos bűn, mert amit te szívsz, az WC illatosítónak is első osztályú után. Ezt nem kommentálom. Ennek itt kifejezetten a 4-es pontban arra térnek ki, hogy a friss e-cigarettásoknál jellemző ez a történet. Nem jaj, történik, már megint. De hogy főként náluk jelentkezik, hogy úgy csinálnak, mint a WC-re kéne menniük, és akkor gyorsan néhány slukkot betermelnek, és aztán mennek vissza a meetingre, meg stb. Ők azt a tanácsot adják, hogy vállald föl, menj át a szomszédszobába, pöfékelj néhány slukkot, és menjél vissza. Nem kell az egészet budira járásnak álcázni, mert mindenkinek föl fog tűnni, hogy valami veső problémád van. Lehet, hogy a munkáltatód megkérdezi, milyen eltitkolt betegsége van magának, hogy állapodom ki. Vesém van, főnök. Egyrészt, másrészt meg nekem az a történet jutott az eszembe, amikor a WC-n ücsörögve vépelt a magyar vapertársunk, és
Az újfajta tűzjelző pedig bejelzett, ugye, mert a lézerdiódás tűzjelzők ezt füstnek nézik. Nagyon jó. És már akkor ilyen, hallotta, hogy búg valami az épületbe, érted, de eszébe nem jutott, hogy ez a tűzjelző, és a biztonsági szolgálat rohangászott a folyosón, mert gondolom csak a szekciót jelezte ki, hogy ezen az emeleten ebbe a szekcióba tűz van, mire megtalálták a budin ücsörögve, és nem is cigaretta, az csak vépelt. Nem az a félelmetes egyébként ezekben, hogy beindul a tűzjelző, hanem például a mi irodaházunk is olyan, hogy mivel érzékeli a tüzet, ugye vannak ezek a nagy tűzgátló ajtók, és vannak ezek a füstelvezető ablakok, amik automatikusan nyílnak, és ilyenkor a klímarendszer az elkezdi a levegőt tolni, hogy a füstöt tolja maga előtt, és lökje ki az ablakon. Jó, nem szeretném megnevezni az időpontot és a helyet, de egyszer már tapasztaltam ilyet. Félelmetes volt, ahogy hát az ajtót, ugye, ami tűzgátló, az záródik, és az nem kicsi. A másik ajtót meg alig bírod, ugye a túlnyomás miatt befele tolni, és közben rohangásznak a portások, mint a mérgezett egér, hogy mi a túró van. Na hát aztán kiderült, hogy hála Isten nem tőlem, hanem fölöttünk van az étterem, és valamilyen fura módon oda is be van kötve a tűzjelző, és hát egy picit jobban oda pirították az ebédhez a hagymát. Úgyhogy ez okozta ezt. Azért tud az hangzavart csinálni, meg felfordulást, úgyhogy ezért is kell ezzel óvatosan, mert nem biztos, hogy megköszönik az embernek. Úgyhogy ez a WC-s az ötös pont. Az ötös ponthoz pedig egy kis technikai segítségnyújtás. Ugye ez a beltérben dohányzás és a gőzt, illetve hát a füstöt kifele fújás, mondjuk egy nyitott ablak mellett leülsz és fújod ki a nyitott ablakon. Nem, ez nem ez. Hát mert? Nem erről szól az ötös pont. Én csak a címet olvastam el, és erről nem, én technikailag akartam segítséget nyújtani, hogy lehet úgy cigarettezni, hogy tényleg kimenjen a füst. Jó, addig mondjad, és én addig olvasom. Az ötös pont az arról szól, hogy ha valaki kettős felhasználó, tehát még dohányzik, és már elcigarettázik, és az a szokása alakul ki, ne adj Isten, hogy amikor zárt térben van, akkor elcigizik megállás nélkül, és amint a szabad levegőre ér, akkor ez folytatja a hagyományos cigarettával, hogy ez nem túl jó ez a fajta mentalitás, mert pontosan azt a rossz tévképzetet kelti az ezt látó emberekben, hogy a nikotin függőséget súlyosbítja az elektromos cigaretta, ahelyett, hogy segítene rajta. Tehát ez az ötös pont, ez arról szól, aki vég nélkül dohányzik, viszont ahol lehet bagózni, ott bagózik, ahol nem lehet, ott meg nyomja megállás nélkül az elcigit. Igen, mert azt a látszatot kelti, mintha jobban függő lenné, mint ahogy előtte volt. Na meg ezért is, ugye ezért keressük az e-ciginek a megfelelő magyar nevet, hogy ne az legyen, hogy bent cigizik elektromos cigarettával. Ugye? Így van. Na szóval ez a beltérben bagózás, ugye én beltérben... Ez az 5.A pont. 5.A, igen. Én úgy szoktam beltérben elektromos cigizni, ha ablak mellett cigizek, és ezt mindenkinek jó tanácsként mondom, nem elég az ablak felé fújni, mert ugye termodinamikailag a meleg fönt távozik, lent pedig jön be a friss levegő. Tehát, hogyha te az ablak alja felé fújod, akkor egyszerűen saját magadra vissza fogja sodorni a beáramló friss levegő. Úgyhogy mindig az ablak teteje felé kell fújni, és akkor szépen kiviszi a meleg levegő a gőzt. Egyrészt, másrészt pedig, ha ablak mellett vépelsz, akkor Halló. Én itt vagyok, Fifika. Fifika most kipróbálja, milyen ablak mellett vépel. Igen? Igen, na mondd még egyszer, mert nem hallottuk. Én már jártam, úgyhogy fölrohant a gondnok, hogy ki dohányzik itt? Senki. Ja, mert csak azt látta, hogy dől ki a füst. Igen, dől ki. Hát nem dőlt ki a füst, csak lentről tényleg annyit látod, hogy néha így valaki kifújja
a füstöt. Minden ez egyébként semmi egyebet nem támaszta alá, mint ez, hogy a gondok felszalad, meg hogy beriaszt rá a diódás lézeres, hogy rendkívül jók ezek a készülékek, és nagyon jól imitálják a füstöt. Nagyon, nagyon életerű, élethű füsttextúrát produkálni. Épp ezen gondolkoztam, hogy amikor évekkel ezelőtt elkezdtük az e-cigaretta használatot, hogy most voltam 3 éves, urak! Isten éltessen! Mennyivel sokkal rosszabb gőzképző készülékek voltak, és már ugye annak is örültünk, hogyha el tudtuk érni egy normál cigarettának a látszatra legalábbis a füst mennyiségét. És ne felejtsük el, hogy az üzem idejét, mert ezek az első szériásoknál örültünk mondjuk egy 130... 120 milliamper volt, azt hiszem a legelső. Igen, tehát egy ilyen 100-130 sluknak már azért erőteljesen örültünk, mint majom a farkának. Hát a wattokról még szó sem volt akkor. Wattok. Én ezt annól úgy fogalmaztam meg, mert mintegy néhány napig bírtam ilyen első generációs cigi formájúra a történetet, hogy jó, már meggyőző, van benne valami, viszont pakker, többet töltöm, mint amennyit szívom. Igen, ez a térjünk vissza rá egy év múlva. Ja. Nem, addigra Kingának, hál' Istennek már volt egy nagy monstre, akár már módkészüléknek is tekinthető e-powerje, és akkor mondtam, azt hogy jó, akkor most azonnal menjünk el, és szerezünk nekem is egy ilyet, mert ezt a kis pilinszka hülyeséget nem vagyok hajlandó tovább elviselni. Én egy KRD 808-al kezdtem annak idején. Már a bolt sincs. Már a bolt sincs. Nekem meg is az volt az első. KRD 808. Nem volt ez egyébként rossz. Sőt, még meg is van. Sőt, még van használatlan patronom. Sőt, nekem is megvan, csak már nem működik az akkumulátor. És nézegettem, tehát ez a 270 mAh nagy aksim volt hozzá. És akkor vettem üres patront, töltögettem. Ujjaj, hát. Egyébként teljesen aktuális, figyeljetek, teljesen aktuális történet. Jó. Most jöttem Oszitól, és volt bent nála egy srác, aki elővette egy dobozt, és volt benne valami ilyen F1-szerű készlet. Aki nem ismerné, az egy talán egy 650-es, illetve hát két 650-es aksi. Az meg... a villogós tudsz, nem? Nem, ez nem. Ugye... Akkor a kupakos. Na mindegy. Igen, a kupakos. És volt benne két kerámiás kazán, amit ugye csak ilyen kis töltőcsörös flaskával tudtál tölteni, és mondta, hogy ezt szeretné valahogy életképessé lehelni. Gyorsan megnézte Oszi, és sajnos, amit nagyon sokszor el is mondunk, hogy bármilyen olcsó, meg bármilyen kicsi kezdőszett, a kezdőtől a komolyig, ezeket karban kell tartani. Sajnos piszkosak voltak, tudjátok, mikor egy picit a kondenz, meg a likvid oda becsorog, és ő, mit tudom is én, ezelőtt egy évvel úgy rakta el, ahogy volt, és most elővette, hogy na, megint. Az rágyógyult, próbálta ott Oszi is kontaktsprével tisztítani, semmi nem segített rajta, ugye a tömítő a gyűrű az ott a kosztól is, meg az odafolyt anyagtól az elért, úgyhogy mondta, hogy ezzel nagyon nem lehet már mit kezdeni. Viszont pozitív, hogy a srác nem azt mondta, hogy jó, és sarkon fordult volna, hanem megkérdezte, hogy mi az a kezdőszett, amit ilyen elfogadható áron lehet most készhez venni. Megnézte, megtöltöttük neki, elmondtuk, hogy mire kell figyelni, és 2 perc múlva már használta is, kifizette, örült neki. Menő. És mindezt mondjuk, nem tudom, 6-7 ezer forintból likviddel mindennel, tehát tényleg csak az elhatározáson múlik a dolog. No, de menjünk tovább a pontokkal. A 6. jön, azt hiszem. 6. pont. Ne légy paraszt a dohányosokkal. Ne légy leereszkedő vagy paraszt. Hú, de sokszor beszéltünk erről, hogy mi pont a két társadalmi réteg közé szorultuk be, a dohányos és a nem dohányos közé. Ez olyan, mint a félvérgyerek. Igen. És hogy nagyon-nagyon
óvatosan kell ezt a kérdést kezelni, mert ha valaki úgy megy neki a dohányosnak, mint ahogy annak idején jó keresztény módjára megtérítették az inkákat, akkor nem sok siker megköszönet lesz benne. Igen, ez a kérdezi az amerikai az indiánt, hogy miért nem örül a Kolumbusz napnak. Hát nyilván megvan a maga véleménye róla. Tehát a kellő körültekintéssel és alázattal kell fordulni a dohányosok felé. Én egyébként ez lehet, hogy az én fix idejem, de ha látom valakin, hogy abszolút elutasító, akkor én nem leszek Jehova tanúja. Tehát akkor ó, de ez már a hetes a pont. Lesz. Ja, bocsánat. A hatos pont csak arról szól, hogy ne legyél leereszkedő, és ne nézz le a dohányosokat csak azért, mert ők még nem jutottak el arra az elhatározásra, és még nem lépték meg azt, és nem rosszabbak. Mi is, mint dohányosok voltunk, kivéve az a 2000-elék, aki nem. Én bármit is mondanak a statisztikák. Azt sajnálom, hogy nekem a legközelebbi példám az édesanyám, akinek ezt próbáltam ezt az egészet beadagolni, és neki ez a vicces kategória volt, és nem tudtam őt rá beszélni arra, hogy akár csak próbálja is ki, de próbálja meg. Nagyon érdekes, nekem mostanában csokorba gyűltek ilyen élmények, és ez már félig a hetes pontba csúszik át. Tehát, hogy ez a körülötted lévő dohányosokat hittéríteni, hogy voltak olyan barátaink, akik kipróbálták unszolásra a történetet, és aztán nem jött be. Voltak olyanok is természetesen, akiknek igen. De hogy mostanában nagyon több ilyen élmény is ért, hogy egyrészt akinek korábban nem jött be, az így eltelt egy év, és most már megint nehezebben szedi a levegőt, mert visszatért a dohányzásra, stb. És most már nem rábeszélésre, hanem saját elhatározásából kéri, hogy akkor fussunk neki ennek még egyszer, segítsünk, mit válaszol, mi van most, amit érdemes. Meg főként idősebbek körébe ez a valakinek az anyukája, stb. Hogy egészségügyi okokból olyan helyzetbe keveredik, amikor már nagyon nem tanácsos neki dohányozni, és akkor megpróbálkoznak vele, és hogy nagyon jó hatásfokkal működik ez a történet. Tehát teljesen boldog. Történet. Teljesen boldog, akik is készítették. Igen, mert a fejedben dől el minden. Tehát én is 2 évig szívtam párhuzamosan, aztán ugye jött a trafik, és akkor dőlt el a fejemben, hogy akkor nem. Akkor nem dolgozom. Volt egy ilyen Lázár élményed? Kejfelés jár. Nekem nem volt ilyen. És többet ne szívj. Tehát én azt nem úgy döntöttem el, hogy ha mit tudom is én 800 forint fölé megy egy pakli cigi, akkor térek át, hanem valahogy egyszer talán az interneten, hogy belebotlottam, és akkor én hajlamos vagyok nagyon beleásni magam a dolgokba, és úgy tetszett meg a történet. Hogy ugye az élő kipróbálás, és nekem nem voltak ismerőseim, hanem én bebattyogtam az akkor még Andrássy úton lévő egyik cigiboltba, és tök készségesen átadta a kereskedő a sajátját, és lehet, hogy itt kezdődött minden, mert málna volt benne. Új. És ott döntöttük el, hogy akkor ilyet venni fogunk. De egyébként látom magam előtt ezt az e-cigi evangelista képet, most egy picit csukjátok be a szemeteket, egy fehér tógát magatokra, de olyan egyszerűt, mint Jézuson volt. Kezeteket széttárjátok, lenéztek, egy 10 centivel megemelkedtek a talajtól, fejetek fölött glória, jobb és balad gőz. Igen, jobb és bal kezetekben pedig 2 készülék, és hirdetitek az igét. Felemelő. Na szóval ilyet nem kell csinálni, attól senki nem hülye, hogy nem elektromos cigizik, hanem dohányzik, hiszen mi is dohányoztunk, és nem kell hajkurászni őket, nem szabad erőltetni semmit, mert az úgysem ez egy választás. Szerintem meg kell várni, amíg megérik bennük az elhatározás, és akkor támogatni őket. Szerintem az a jó
térítő, akinek megvannak a receptorai arra, hogy megérezze a másikban az érdeklődést. Mert az tényleg hülyén veszi ki magától, hogy mész a munkahelyen, és már a 640. napodat töltöd, és már mondják, figyeld, mindjárt mondja az ecigit. Igen, és akkor egy ilyen kis csendes őrült leszel a kollégáid körében. Igen, hát tudod, az a cigis hülye. Van, hát erre szoktam mondani, érted? Tegnap olvasgattam valamelyik csoportot, és akkor ez jutott eszembe, hogy hát a labdával labdázni, érted, az rendben van, de hülyével hülyéskedni, hát azt nem lehet. Most átcsúsztunk itt a hetes pontba, hogy ne erőltessük az elcigi megváltó történetét kérés nélkül mindenkire rá. Erről nekem, amit mondtok, a másik véglet jut eszembe. Páromnak van egy kollégája, aki totálisan a másik véglet, az a meggyőzhetetlen konok, mondjuk ki, ostoba ember. De teljesen, tehát így az érveket elérakott stócba, és nem, ő nem hiszi el, hogy ez így van, és ő működik úgy, hogy amikor a bulvárban jönnek a legfrissebb elcigit szapuló blödségek, akkor azonnal rohan, és osztja meg Kingával, ez a, hogy... Na látod, én megmondtam. Most nézd meg, most ezek is. Ez a másik véglet, kedves anti-elcigitsek, ne legyetek ilyenek. Tehát... Túl vagyunk a hetes ponton is itt. Nekem eszembe jutott egy ilyen mellékvágány WHO és függőség kapcsán, de majd becsatlakozom, amikor odaér a téma. De haladjunk tovább a nyolcadik pontra akkor, mert a hetest azt kiveséztük kimondatlanul is. Igen, ne hagyjál. Ne menj a család agyára. Tehát... Igen. Ne hagyd szanaszéjjel a kis bizbaszaidat és kazányaidat és egyebeidet. Jött te most a cartridge nálad ilyen szabad fordításban egy bizbasz. Bizbasz. De igen, mert ezt a cartridge című dolgot azért már egy picit túlhaladta az idő. Igen. De egyébként mi még emlékszünk rá. Igen. Nálunk is ez volt, hogy a tévé mellett alatt van egy nagy hangszóró, jobbra a modok, még jobbra egy fatartóban, amiket nem használok, akkurátus rendben a kazánok, de némelyiknek nem a tökéletes helye, tehát hogyha nem jól nyúltál hozzá, illetve is vagy takarítás közben a feleség véletlen egyet meglökött, ez dominó hatás elvet követve borított mindent, mindenhol a szarjaid vannak, az ohmmérő az máshol, egy multiméter a fiókban, a mindenféle tekeréshez használt ördögtől való dolgok az ágy alatt egy szerelődobozban, a fecskendős tűk a doboz mögött, az ízek a doboz mögött mellett, és most végre a gaming room kezd kialakulni, és az asztalon elnyerte helyét minden, és a nappaliból eltűntek a dolgok, szó nélkül eltüntettem, és ahogy megjött a feleségem, kimondatlanul is láttam az arcán azt a megkönnyebbülést, a boldogságot, hogy végre a szarjaid nem szem előtt vannak, és nem látja mindenki azt, hogyha bejönnek a lakásba, a hűtő tetejéről eltűntek, tudjátok, mikor a decis flakonból még az utolsó milliket ki akarod csavarni, akkor így fejreállítod egy napra, és a kupakba összegyűlik. Na igen, ezt most felszívogattam. Ez nem ismert. Nem! Ne viccelj! Ne. Most 4,5 millit tekertem így ki a málnámból, úgyhogy ez, aztán a vatta, a rayon, a mi az Isten, a amivel rezgetem a vizet, a tisztító folyadék, a ultrahangos tisztító, ezek mind-mind eltűntek onnan, és látom, hogy neki ez jó. És ha neki jó, akkor én is boldog vagyok. Igen. Ezt a technikát mi úgy hívtuk a katonaságnál, hogy koldus flakon. Tehát behozta a pálinkát, érted? És amikor azt hitted, hogy megittad, vagy legalábbis, vagy a másik azt hitte, hogy kifogyott az üveg, akkor megfogtuk. Fél stamper. Rátekertük, emlékeztek, most is van ez a fémzáros kupak, megfordítottuk,
és ha szép óvatosan letekerted egy óra után, akkor ott képes volt összegyűlni egy ilyen két-három férkupaknyi, és akkor még azt lehetett tolni be. Ilyenséges idők lehettek. Jó, jaj. Krisztián megint tanult valamit. Mi? Hát ezt, hogy lehet a jaj, flakomból. Kódos. Tudod, ez mit már el is egyébként ez csak így a jövőre vonatkoztatva. Tehát amikor majd 20 év van nem lesz már csak elektromos cigarett, akkor nem a dekket fogják szedni. Érted? Hanem az üres flakonokat. És majd ha látok, mint állítják fejre. Mint a Mikulás csizmák ki az ablakba, és ő majd így sorba állítva. 3 millit bírtam összecsöpögtetni. De az se ugyanolyan ízből. Mindegy. Ja, és akkor tudod, ez a, nem ez a, adjál már egy slukkot, nyomjál már egy cseppet a kazánokban, légy szíves, drip kazánok. Akkor jön majd el az átkozott drip kazánok korszaka. Volt egy ilyen készülék is, amit lehetett kapni, mint kifejezetten ezekhez a régi típusú kartomájzerekhez készült, hogy ilyen pumpa, és egy ilyen valami kócerály belenyomódott, és összepréselte a vatelint, és kifacsarta belőle azt a... Mert itt ugye a kartomájzerben mindig maradt elszívatlan a likvid, aztán igen, nem lehetett kezdeni, és ez az utolsó cseppig kipréselt belőle minden. Egyébként az egyetfejlődése mindenki úgy megy át, hogy mikor rászokik a... Rászokik, hát átszokik az e-cigarettára, és akkor megveszi az előre elkészített folyadékot mondjuk 800-1000 forintért, és minden cseppet összegyűjt, mint a messiás. Mm-hmm. És a tisztítás is úgy néz ki, hogy még 20 percig állítva tartja, ugyanígy, hogy lecsöpögjön, ne menjen kárba. Aztán egy fél év múlva meg van benne még 3-4-5 csepp, le van szarva, csak pucoljuk már ki. Kitörölgeti az ember, átmossa csap alatt, és már használható is, vagy én is ugye a kartókat, amiket még így használok a őskövület billetboxsal, kiveszem, nem, régen, igen, a lyukasztott kartókat úgy használtam el, hogy még az, ami a vatelinben van, ki tudjam szedni belőle, hogy szigetelő szalaggal az, amiket én lyukasztottam lyukakat, betekertem, roppant elegánsan ráraktam ezt a mintegy 160 forintos kartót a provárira, és úgy szívtam még belőle azt a 6-8-10 slukkot, és mikor már végképp égett volt, akkor mondtam, hogy na, most mehetsz barátom a kukába. Én ezt azért a helyedben még egy picit tovább fejlesztettem volna, tehát még kalapáccsal összébütögeted. Akkor még ki lehet, össze lehetett volna még préselni a vattába annyi nedvességet. De minek szikszalag, befogod, mint egy furulát. Furulát. Nem, azért nem akartam, mert tudod, ott mindig egy kicsit a PGVG miatt utána kezem. Nem. Úgy hívta volna egy pikulamájze. Nem, ez azért volt jó, mert akkor tudod, mit tudom is én, a kék szikszalag az volt a fekete ribizli, a piros szikszalag a málna, és ez így szemre is olyan jó pofa volt. Na, úgyhogy ez mehetett volna a fillér baszó minimál modder adáshoz is, ez a kis akár bekezdés, hogy így... Ugyan spóroljunk a likviddel. Spájzoljatok. Ez most remek adalék. Na de, a legfőbb főbűn. Legfőbb főbűn, amit elkövethetsz. Ne fújd a gőzt más arcába. Illetlenség. Tudjuk, hogy nincsen olyan, mint passzív vépelés. Tudjuk, hogy a kifújt gőzés pára már sokan bizonyították, hogy nem hordoz semmi nemű egészségügyi kockázatot a körülötted állókra, de belefújni az arcába egész egyszerűen illetlenség. Ne csinálj. Zárójel. Ha csak az illető nem kéri. Természetesen. Mert nekem van ilyen kollégám bizony, cigarettázik, és neki annyira ízlenek a mindenféle elektromos cigi likvidek illatai, hogy mikor látja a kezemben, kicsit buzis a sztori, mert igen, odahajol mosolyogva hozzám, becsukja a szemét, és csak annyit mond, hogy fújd rám. És akkor nagy sluk, perzó, dripper, arcába fúj, és szívja föl, és utána egy kis gőz ugye jön ki az ő szájából is, és hogy az milyen jó, az milyen isteni. Tehát ez nagyon szexi. Igen, főleg két férfinál, tehát azért lehet ilyen érdekességeket is találni, de mondom, amit te is mondtál, nem kell ezt erőltetni, kéretlenül meg tényleg, hát ez nem is illetlenség, ez a parasztság kategória.
szerintem bárkire bármit ráfújni. Tehát nem csak azért, mert kellemetlen lehet a szaga, hanem tényleg lehet, hogy ő úgy érzi, hogy ez káros az egészségére, és rosszul érzi tőle magát. Nem kell ezt erőltetni. Nem. Ezt be is lájkolom gyorsan akkor ezt a történetet. Én mostanában azt szoktam csinálni, ez egy felütés egy másik témára, ami nem biztos, hogy most fog következni, de ugye a BKV-s akció utazási feltételek kapcsán én ezt így szoktam kísérletezgetni, és amikor hévvel utazom, amikor a hévről leszállsz és csordaként megindulnak a népek, akkor ott azért szoktam figyelni, hogy nagyon sűrűn vagyunk, akkor azért nem kezdem el a körülöttem állókat elgőzősíteni, még úgy, hogy fölfele fújom, hanem megvárom, hogy egy kicsit ritkul a tömeg, és akkor már nyugodtan lehet egy kis lukkot tolni. Valamilyen szempontból ezért jobb, hogyha mondjuk valaki az autóban csinálja ugyanezt, ott nem kell ilyenektől tartani. Egyébként volt pont a héten... Adsz egy autót, meg egy jogsit, holnaptól csak ott fogom. Tehát pont a héten történt meg velem, hogy van egy kedves szomszédom, aki én sose ismerem meg az embereket úton, útfélen, és az M0-áson 110-nél még azzal tudott foglalkozni, hogy elmegyek mellette, kikanyarodok a külső sávba, vagy letérek, és hát vépeltem közben, és utána elkezdett villogni, mert dudálni, aztán rám írt Facebookon, hogy egészen úgy nézett ki az autó, mint hogyha kigyulladt volna. Mert ugye hát a nagy gőz azon a kis résen hirtelen, ahogy kiszívja a külső levegő, azért az látványos tud lenni. De legalább senki nem kérhet számon, hogyha az ember a saját autójában szívja. Ugyan is magánterület. Így van. Egyébként arról mi a vélemény, hogyha mondjuk gyerek van a kocsiban? Jaj, ne adjál tippeket. Én meg lennék lepve. Mondjuk nekem már mindegyik gyerekem felnőtt korú. Tehát ez már nekem nem okoz problémát. De mondjuk az biztos, hogy problémás lenne, hogyha négyen ültek egy trabantba, és mindenkinek ilyen félómos cucc. Fokozzuk, és be vannak ragadva az ablakok. Tehát. Mentünk így Gergővel pont Dudushoz a találkozóra, hogy elől szívogattuk ezeket a kazánokat. Látványos volt azért. Hát inkább kereszthúzat és arcüreggyulladás, mint sem az, hogy feltekeredjünk a fára. Nekem ugomék, amikor néha hátsó ülésen utaznak, akkor meg szoktak kérni, hogy lájtosabban csináljam, mert hogy nagyon hátra viszi a húzat, és nem annyira kellemes, és akkor megpróbálom lájtosabban csinálni. Azt hittem erre, hátra szólsz így a fogad sarkából, kit érdekel, húzd le az ablakot. A padlófék és kilöködéket. De csak lassítani. Ennyi gyalog. Átemeled a szélvédőn. De mivel nincs jogsim, nem én vezetek, ezért ezek csak ilyen álmok maradnak. De lehet egyébként meg, ha belegondolsz, azért lehet olyan, hogy amit te szívsz, az nem tetszik a másiknak. Persze, hát ez illat, tök elfogadható, hogy ne. Mint ahogy nekem nem tetszik a dohányos illatod nagy többsége. Például. A 20-30. Te problémád, de sosem jöntöttem rád. Na, látod. De hogy nem tudom, ezt a 10 pontot, vagy 9 pontot, ezt kiveséztük, tovább mehetünk, mert van itt azért egy persze. Nagyon fontos dolog, ami a héten történt, és ünneplőbe öltözött a szívem, ugyanis volt annó egy rossz emlékű cikk a Nőklapja kafén, és azt egészen véletlenül az egyik fórumtársunk, nem tudom, nevesítsük, mindegy, volt egy fórumtársunk, akinek a testvére írta a cikket, és azt mi helyesbítésért ordítottunk egy emberként, és ez össze is jött, bejött, beszélgettünk egy tartalmas podcast adást, és ebből cikk született. Úgy volt, hogy valahogy augusztusban meg fog jelenni, amit az előző adásban ugye meg is kérdeztem, hogy tudtok-e róla valamit. No, a cikk megjelent. A Nőklapja
Café webes felületén, és nagyon kultúráltan és korrekten azt, amit mondtunk, leírt. Egy-két elírást találtunk benne, de azok az egészt nézve nem voltak vészesek, és korrektül meghivatkozta ugye az adást is, az előző cikket is, hogy átfogó képet kapjon az, aki esetleg nem olvasta, és ezzel kapcsolatban szeretnénk csak annyit kérni, hogy ugye minden piaci alapon működik, ezek a webes tartalomszolgáltatások is. Tehát csak olyanokkal foglalkozik bármelyik média, vagy médium, amelyik cikk elég erőt képvisel. Mi most ezt, ha elolvassuk és örülünk ennek, az is egy jó dolog, de mivel piaci alapon működnek, és ők felületet adnak el a reklámokhoz, ezért kell az, hogy lássák ők is valami visszacsatolás formájában, hogy igen, ez a cikk, ez érdemes arra, hogy a következőkben is foglalkozzunk a témával, és most a téma teljesen rendben volt itt, és a történet is. És arra szeretnénk akkor mindenkit megkérni, aki csak teheti, be fogjuk rakni a linket, olvassátok el, és lehetőség szerint valamilyen csatornán, ott volt Facebook, Google+, Twitter, osszátok meg egy pár szóval az ismerősöknek, hogy ilyen is van. Nem kell azon fanyalogni, hogy ez most Nőklapja Café, vagy ez a Kereskedelmi Királyi tévén is lehetett volna, vagy akármilyen népes kereskedelmi csatornán. Mások is jöttek itt a, mit tudom is én, milyen N+1. Vidéki rádióval, amelyik az éjszakai műsorsávban leadott egy 20 perces beszélgetést. Szerintem ez annál egy picit publikusabb tartalom, egy nagyobb látogatottságú hírportálon, úgyhogy arra kérnék és ösztönöznék mindenkit, hogy olvassák el, meg is hallgathatják az adást, mert ott van, tehát ez annak az anzásított verziója, amit úgy gondolta a cikkíró, hogy érdemes lenne tudatni az olvasókkal, és osszátok meg. Nem is azt mondom, hogy bátran, hanem osszátok meg. Szerintem van ennek egy olyan aspektusa, ami nagyon fontos, de nem került szóba. És az pedig az, hogy általában két oldal szembeállása jellemezte eddig a sajtóban megjelenő anyagokat, amik az elektromos cigarettával foglalkoznak, mondjuk, hogy úgy arányaiban 99 használhatatlan riogató bulvár szemétre jutott egy elcigi párti cikk. És ez a kettős adok-kapok, csak ugye sokkal nagyobb negatív sajtóval volt jellemző, és én végigolvastam ezt a cikket, és én úgy érzem, hogy ugye augusztusra vártuk, ott elült egy kicsit a történet, és most itt a WHO körüli hisztéria meglökte egy kicsit azt a bizonyos képzeletbeli dominót, mert hogy bele is került a WHO-val kapcsolatos történet a cikkbe, de ami szerintem nagyon fontos, hogy ez egy objektív cikk volt. Nem akart állást foglalni. Nem erősítette egyik oldalt sem, bemutatta a tényeket, és a tisztelt olvasóra bízza, hogy ezek alapján, a bemutatott tények alapján döntse el, hogy kinek hisz. És hogyha a független sajtó ezt képes lenne, független sajtó más képviselői is ezt a fajta hozzáállást a cikkjeikben képesek lennének magukhoz ragadni, és ez szerint eljárni, ami a sajtó képviselőitől egyébként elvárható lenne, hogy mutassa be a tényeket, és bízza rá az olvasóra, hogy döntsön. Ez szerintem egy nagyon jó fejlemény, és én nekem ezért külön nagyon tetszett a cikk, hogy nem próbált most akkor a korábbi negatív, rossz hangvételű cikkel ellensúlyozni, hogy most akkor nagyon elcigipárti lesz, nem. Középen maradt, bemutatta a két oldalnak az érveit, és slussz. És ez így pont elég lenne, ha ilyenek lennének. Köszönjük Igen. szépen. Én köszönöm szépen még egyszer Kun Gabinak, hogy ezt a helyesbítést félretette annyira az önérzetét bárki is, hogy úgy hagyjon egy félig meddig
összeszedetlen témát, és a másik oldalt is meghallgatta, jelen esetben minket, és leközölték a cikket. És hogy egyáltalán tudtunk kommunikálni az ügyben, tehát ugye ott van az élő, hát most már a felvételről az adás, de ott van, ő is kérdezett, elmondta a véleményét róla, és az észrevételeit, illetve kérdéseit. Ez egy nagyon jó történet, már megint történt. Ez egy nagyon jó történet. Dolog volt egyébként, ahogy egymásra találtunk, hát egy picit nyilván nyögve nyelősen működött ez a dolog először, aztán csak összejött, lett belőle podcast, és aztán hál' Istennek ugye a főszerkesztő is, gondolom a WHO hír kapcsán azt mondta, hogy jó, akkor menjen ki. De miután itt bocsánat, a népszerűségé... szabadat ne feledd, és betették a Blacky által fordított videót is, ami a igen, másik oldal. Igen, aminek egyébként minden egyes szava fönt van az Egyesület oldalán már elég régóta, tehát ha valaki ezt olvasni is akarja, akkor ott végig tudja olvasni, és ugye ez nem most készült ez az interjú velünk, hanem... Valamikor június tájéken. Nyár közepén, így van. Ezt külön köszönjük, mert ugye az aránylag egy friss videó. És tényleg tájékozódásra ez teljesen jó. A másik öröm a számunkra az, hogy az NLK-fét azért főleg és többségében nők böngészik, akik szintén olyanok, és rengeteg ilyen ismerősen van, aki dohányos nőként, mert látta a barátnőjét, mert ciki már, hogyha dohányzik, meg próbálja ezt a fajta alternatív nikotinfogyasztást. És meg kell, hogy mondjam, hogy a nők sokkal-sokkal kitartóbbak nálunk. Tehát ott 10-10 emberből a 6 az tuti, hogy kitart az e-cigaretta mellett. És az se igaz, hogy csak a patronokat fogják használni. Tehát aki ma Magyarországon azt mondja, hogy ő problémamentes patront tud árulni, és soha nem fordul az által forgalmazott patronnal valami gebasz, az hazudik. Tehát itt mindig kell valaki a háttérben, akár az üzlet, akár egy ismerős, aki tapasztaltabb e-cigarettás, ahhoz, hogy egy kezdő stabilan pályán tudjon maradni. Ha ez nem így van, akkor el fog veszni. Tehát én személy szerint gyűlölöm azt a kereskedőt, aki odaállít a boltjába egy 20 éves embert, aki nem is e-cigarettázik, nem is ért hozzá, azt se tudja, mit árul, de lelkesen ajánlja a legdrágább szart, és amikor valami probléma van, ja, hát ez ilyen. Mert ott fog véget érni a másik számára az, hogy megmentse magát a dohányzás és ártalmaitól. Gondolj csak bele, hogy utána milyen nehéz lesz, hogyha meggyőzni valakinek volt egy rossz tapasztalata, akár e-cigivel kapcsolatban, és utána mondjuk azt nem is te adtad, nem te segítettél, nem te szartad le a fejét, de utána még valami kis csíráját látod benne az érdeklődésnek, na de meggyőzni őt, hogy ez most nem lesz olyan szar, hogy segítesz, hogy ha odafigyelsz, hogy sokat fejlődött a technika, és a többi, és a többi, és a többi. Sokkal nehezebb, mint elsőre odafigyelve segítő kezet nyújtani. Ez így van. Ezért is szoktuk most már
elég régóta a git egyletek, a területi git rágó egyletek üléseit, összejöveteleit már úgy szervezni, hogy azokat az embereket mindenki hozza magával a saját ismeretségi köréből, akik vagy meg át akarnak térni, vagy kezdők. Mert az, hogyha tudom, hogy XY-t megkereshetem, ha valami problémám van, és rengetegen rendelnek netről. Tehát a netes boltnak ez az egy hátránya van, hogy megvenni meg tudod, csak éppen pont az a fajta szakmai útmutatás marad el ilyenkor, ami az első beüzemeléshez kell. Tehát leírhatod százszor, ezerszer. Azt, amikor ott vagy az üzletben, és egy hozzáértő ember neked elmagyarázza, foglalkozik veled legalább fél órát, azt nem tudja semmi pótolni. Igen, csak azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez ugye az üzletmenetből ezeknél a kis tehát egy-két emberes vállalkozásoknál azért nagyon sok időt el tud rabolni az ilyen szapport, meg a telefon, késő este csörgetés, amit baromira nem tartok etikusnak, még a problémás ügyfő részéről sem, tehát este 9 után, meg egy 9-kor se zavarjuk már, még a kereskedőt sem, mert az jófejségben elveszik. Nekem most egy olyan dolog jutott erről eszembe, hogy nyilván ez is egy üzlet, tehát egy üzletnek mennie kell, csak ne felejtsük el kiváltképp egy kezdő esetében, hogy itt éppen egy mentővet próbálunk odadobni egy fuldoklónak, aki egy halálos szenvedélytől próbál megválni. Nem egy doboz tojást adunk el valakinek, aki hazamegy rántottát csinálni belőle. Tehát az a fura gondolat jutott e kapcsán eszembe, hogy most rátelefonálni, nem rátelefonálni, hogy mint egy mentőszolgálat kvázi, igenis, be kéne tudni vállalni azt, hogy ezeknek az embereknek, ha már úgy alakult, hogy te vagy az, aki megadhatja neki azt a segítséget, akkor igenis, ez a feladathoz föl kéne nőni. Charlie, magánemberként emberek... én ezt elfogadom, csak tudod, ha egy boltnak van nyitva tartási ideje, akkor mondjuk, ha egy bolt hétig van nyitva, akkor én 9-kor már nem csörgetem meg azt a számot. Ez az egyik. A másik, hogy pont ezzel kapcsolatban most nekem volt egy frissen nem megtérített. Két adással előbb talán beszéltem a lányról, akinek hangszál problémái adódtak, és ezért a cigit le kellett tennie, és hívott tegnap előtt, hogy gondja van a patronnal, mert ha bármit csinál, a szájába folyik a likvid. És ez a legnehezebb egyébként a telefonos szapport, mert nem látod, nincs előtted, mi nem jó, hogy van összetekerve, mi a baj. Szóval azért ez nehéz ügy. És szerintem a kereskedők is ezért próbálják azért minél akkurátusabban leírni a terméket, akár sok munka árán, mondjuk én is az I-nál lefordítottam a kézikönyvét, szerintem egy 80%-os tartalmat átvéve ugye saját nyelvre, videókat csináltatnak, hogy egy picit próbálják meg a terhet levenni saját vállukról, ez segíthet. Aztán igen, az esetek egy kis százalékában ez sem segít. És akkor jön az a faktor, hogy kell lenni ott valakinek, aki fogja hát, aki az ember kezét. Így van, meg aki elhivatott abban, hogy segítsen, tehát ez már szerintem egyébként nem normális sokszor, amit mi csinálunk. Annak idején, amikor UPC-ztem, akkor 11:30-kor csörgött a telefon, hogy de még nem aktiváltak a pornó csatornáimat. Úristen! Tehát erre akartam kitérni az... De ezt legalább átéreztette is, hogy ez hogy tényleg igen. Emergency. Tehát, hogy a mosógép szerelőt, azt megvárta gondolom a reggelt, hogy fölhívja. De nem, engem 11:30-kor ezért még föl kellett, hogy hívjam. Tehát... Mikor máskor? Matinéba? Matinéba. Hát nem tudott tesztelni délelőtt 8:30-kor. Na mindegy, szóval tényleg ehhez kellenek az olyan elhivatott emberek, akik hajlandók arra, hogy egy picit többet tegyenek, mint amennyit
Muszáj. Igen, Charlie-nak is igaza van, nyilván mindennek van határa, de szerintem azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy életmentő eszközről van szó. Hogy hát, életet menteni pedig jó. Ugye ő tulajdonképpen belőlük él, persze, tehát mindennek két oldala van minden éremnek. De... Igen, ilyenkor azért elgondolkozok én is ezen, hogy ha valaki így árul, akkor az gyakorlatilag ezzel elvágja azt a vásárlót, aki akár évekig visszajárna hozzá, nem? Pont ezt akartam mondani én is, hogy az első vásárló jó élménnyel távozik és működik neki, akkor az visszatérő vásárló lesz. Ez így van. Ha csak nem az árukészletet akarod kiszórni, és utána pillangó lámpákat árulni, akkor... De a ti az emlékeitekben is biztos vannak olyanok, akik kérdeztek, a stílus most legyen teljesen mindegy, kérdeznek, és aztán annyit se büfögnek vissza, hogy köszönöm, vagy tényleg segített, vagy tehát az is el tudja nagyon venni az ember kedvét, lendületét, hogyha nincsen meg az a feedback, hogy igen, volt értelme, legalább egy köszönöm. Jól tud esni. Úgyhogy aki segít nektek, kedves kezdők, ha esetleg hallgatjátok, nyugodtan meg lehet köszönni, nem lesz belőle sértődés, és nem annyit kell csak tenni, hogy nem írok vissza a fórumra, és abból majd biztos kitalálja valaki, hogy sikerült. És szerintem a másik, és ez a fórumon hatványozottan igaz, hogy nem kell zargatni X-et, meg Y-t, meg Z-t külön-külön a problémával. Lehet, hogy csak egy ember szólítasz meg, mert egy, vagy megtalálja az ember a fórumon a választ, mert nagyon bő a fórum tárháza a adott válaszokat illetően, vagy azért mégis nagyobb a hatékonyság annak, hogyha fölteszek egy publikus helyen egy kérdést, amit mondjuk lát egy-két több száz ember, és ott utána az a több száz emberből 3-4-5 válaszol, mint az, hogy valakit, aki esetleg le van terhelve, vagy nem is ér rá, vagy dolgozik, őt privátban direkt keresi, és ő elmondja a saját véleményét a dolgokról. Ami csak egy vélemény lesz. Míg mondjuk a fórum publikus részét fölírva, lehet, hogy azt mondja az egyik, hogy én így, a másik azt mondja, hogy nem, én szerintem úgy, és még az, aki először tanácsot adott, az is azt mondja, hogy lehet, hogy igen, ez jó ötlet, én is kipróbálom, és aztán kiderül, hogy az a jó. Mint mondjuk a nyuszifül. Igen. Vagy mondjuk, mint amit most Blacky mondott neked, hogy a Typhoon GS-be egy ördögtől való mod kazánba hogy tekert be a Rayont például. És egyébként azóta azzal működik, tehát nincs a Typhoonomba levezető szám, és megdöbbentően jó egyébként. Abszolút érzéketlen lett arra, hogy mennyire sűrű a leves a Typhoonba. Ezúton is köszönöm, Blacky. Na de. Van itt még nekünk mivel folytatjuk? Témánk. Diacetil. Diacetil? Bizony, hogy diacetil. Mondjam. Vagy mutassam. Vagy mutassam. Igen. Hát egyébként biztos vagyok benne, hogy ez is valamiféle összehangolt támadásnak a mentén történik. Tehát a diacetilről ugye évekkel ezelőtt hallottunk, akkor rettentően kidumálta mindenki, hogy igen, tudjuk, ez a vaj aromák egyik összetevője, és hogy annak idején a popcorn, a vajas popcorn előállító üzemek dolgozói kapták el ezt az úgynevezett popcorn tüdő problémát, mert nagy mennyiségű diacetil jutott a tüdejükbe, és elméletileg ez egy igazából egy irreverzibilis dolog, tehát már ha ez előáll, akkor nagyon nehéz ebből visszafelé arra szólni. Na, és ezzel kapcsolatban, akkor Krisztián, folytassad.
Ezzel kapcsolatban történt Dr. Farsalinosnak, ha még emlékeztek rá, a nyár elején, ha jól emlékszem, akkor indította be a közösségi gyűjtést arra, hogy finanszírozásra lejjen a kis projektje, amit kifejezetten arra a célra hoztak létre, hogy a ma kapható e-likvideket vizsgálják arra, hogy vannak-e benne olyan anyagok, amik károsak lehetnek, és hogy ezeket könnyedén ki lehet-e vonni a likvidekből. És ez többek között a diacetilre, illetve nem tudtam megjegyezni, hogy mi a... És acetil propionilra vonatkozott főként ez a teszt. Az egész arról szólt egyébként, hogy főként édes aromákban találhatóak meg adalékanyagként ezek a történetek, és ugye ez egy elkerülhető probléma, amennyiben létezik. Ezt kívánta vizsgálni ez a kutatás, hogy létezik-e ez a probléma. Fordulnak elő olyan likvidek, amiben ne adj Isten szükségtelenül több diacetil és acetil propionil található. És amennyiben igen, akkor fölhívják az e-likvidgyártók figyelmét rá, hogy fokozottan ügyeljenek rá, hogy kizárólag ezekben a típusú likvidekben olyan adalékanyagokat, olyan aromákat használjanak, amik hiány vannak ezeknek az anyagoknak, vagy jócskán bennmaradnak a tűrés határon belül. És elkészült ez a kutatás, a végéhez érkezett, és azt állapították meg egyébként, 159 gyártó édes aromájú likvidjét vizsgálták 36 gyártótól összesen 7 országból, 6 európai és egy Egyesült Államokbeli gyártónak a likvidjeit vizsgálják, és a kutatás arra az eredményre jutott, hogy a vizsgált minták 74,2%-ában kimutatható volt vagy a diacetil és vagy az acetil propionil, és többnyire diacetil. A vizsgált minták közül a nagy többségnél, az átlagnál a biztonsági határokon belül volt ez a mennyiség, de volt olyan több mint a 40%-a a mintáknak, ahol ez fölé ment a biztonsági színnek, és volt egy olyan likvid is, ahol a biztonsági határnak 495-szöröse volt a diacetil. Az igen. Benne. Az igen, az azért eléggé húzós. És összehasonlítás képpen egyébként, hogy azért, ha ezt így elmondjuk, akkor ez egy szörnyű történet, úristen, mi az Isten történik itt. Tehát azért hasonlítsuk össze a megfelelő alternatívájával, a dohányzással. Az elektromos cigaretta likvidek fogyasztása még így is, hogy van, ami az egészségügyi értékek fölé megy, a tűrés határ fölé megy a diacetil tartalma. A hagyományos dohányzás így is diacetil szinten 100-szor, és acetilpropionilt nézve 10-szer több. Tömény. Igen, 100-szor nagyobb diacetil koncentráció és 10-szer nagyobb acetilpropionil koncentráció található meg a hagyományos cigarettában. Tehát mielőtt valaki azonnal... A szívéhez kap, és azt mondja, hogy úristen, tudtam, hogy szar. Igen. Kitér még egyébként a Farsalinos arra, hogy a biztonsági limit az úgy lett meghatározva, hogy ha valaki a biztonsági szintet elérő mennyiséget fogyaszt napi szinten egész életen át, akkor egy az ezerhez az esélye, hogy vissza nem fordítható egészségügyi problémát okoz nála ez a történet, tehát egy nagyon-nagyon alacsony tűrés határt állítottak be ennél. Ettől függetlenül természetesen a gyártóknak ez egy nagyon jó visszajelzés arról, hogy az édes aromák használatánál nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, és ugyan a kutatás eredménye az, hogy bizonyítja, hogy az elektromos cigaretta nagyságrendekkel kevésbé káros, mint a dohányzás, és még tovább lehet csökkenteni az esetleges káros hatásait, hogyha a gyártók odafigyelnek. Az acetil propióra visszatérve, mert az ugye nem mindenki előtt lehet tiszta, ugye, hogy az milyen ízekre vonatkozik, az a csokoládé
ízeknek az egyik ilyen felhangját adja, tehát főleg csokoládés ízű, vagy arra hajazó likvidekben, míg a diacetil az pedig inkább a vajas és az arra hajazó likvidekben található meg, tehát mit tudom én, tejkaramellában van rá esélyed, stb. De ugye mióta volt ez a hírhet, de még egyszer mondom, több évvel ezelőtt, és még csak nem is kínai, hanem azt hiszem amerikai gyártónál találtak diacetilt a likvidbe, botrány, azóta a vépelésre javasolt aromáknál odafigyelnek arra, hogy mekkora a diacetil szintje van az adott aromának, és így is ajánlják. Ugye azt nem kell mondanom senkinek, remélem azért az mindenkinek eljutott az agyáig, tegnap volt egy vitám valakivel, hogy ezek az aromák az élelmiszeriparból jönnek. Tehát ezek nem úgy teremtek, hogy fogták magukat, és úgy gyártsunk már egy cigarettába való aromát, hanem egyszerűen a molekuláris konyha, létezik egy ilyen fogalom, a molekuláris konyha olyan aromákat állít elő, amilyet csak szeretnél. Tehát Amerikában van egy cég, nem mondom ki a nevét, mert reklám lenne, elküldesz neki egy téglát, és legyártja neked hozzá az aromát, amivel téglaízű krémet, fagylaltod, bármit elő tudsz állítani. Tehát ma itt tart a... Hiánypótló. Igen, hát most ez csak egy példa. Persze, persze, csak úgy belegondoltam, érted, hogy de az FS-t akkumulátort nyalogatom ízű cucc, tehát bármit. Amikor mi ilyen színes, szagos, sci-fi kiadványt terveztünk, akkor egy szakbankkal vettük fel a kapcsolatot, és a 424-es gőzmozdony illata nekik meg volt például. Mi ez az, amit úgy kapirgálni igen, kellett? Igen, igen, tehát így megsimogatod, és akkor előjön az illat. És mondom, a 424-es gőzmozdony illata meg volt ebbe a bankba. Tehát oda ment a csáva, és akkor mondta, hogy jó, akkor ez a Folt 424-es illata lesz nyomva. Az egészségre egy picit, hogyha ráfűzhetek most, és egy nagyon persze aktuális téma, már csak azért is, mert amilyen csatornán kaptuk. Követtem többek között Ian Ericssont is Twitteren, aki mindenféle vape témában mozog, és most jött épp a Twitter bejegyzés, ami elég jól összefoglalta azt, amit mi nagyon sokszor már elmondtunk itt a dohányzás ellenes liga támogatását, tehát hogy támogassa az elektromos cigaretta lobbit, üzletágat, és itt leírják az elejétől fogva, hogy mit és mi tartalmaz, nem is ez a lényeg benne. De jó ez, bocsánat, muszáj volt, kurva jó az a cink. És leírja nem egy ember nézőpontját, nem egy orvos nézőpontját, hanem ott van például Dr. Ricardo Olaszországból, ahol ő volt az a világon az első, aki egy randomizált és kontrollált vizsgálattal kimutatta, hogy az elektronikus, tehát az elektromos cigaretta, mint eszköz a dohányzásról való leszokásban, az igenis hatásos. A kísérletek eredményei nagy hatást gyakoroltak rá is, mert azt bizonyították, hogy a biztonságos és a dohányzásról való leszokáshoz igenis segítséget nyújt. Azt mondta még többek között Dr. Polózát emelném ki, hogy az e-cigaretta alacsony kockázatot visel a dohányzás alternatívái, és emeljük ki, húzzuk alá háromszor, vastagítsuk meg alternatívái között ugyanazt a funkciót, hasonló funkciót, a gőz, az íz, a torokhatás ellátja, és mégis jóval egészségesebb. Szóba kerül, illetve megemlítést tesznek Konstantinos Farsalinosról is, tesznek, hát Ian tesz,
aki ugye a globális felmérés alapján több mint 19 ezer elektronikus cigaretta felhasználó vizsgált 2013-ban, és ő pedig arra az eredményre jutott, hogy az átállás a hagyományos dohányzásról a vépelésre jelentős egészségügyi előnyökkel jár. És le van írva, hogy a köd belélegzése, tehát az e-cigaretta a ködjének a belélegzése nagyságrendekkel, és itt a nagyságrend az 100 és 1000 között van, tehát nagyságrendekkel kevésbé veszélyes, mint a dohányzás, vagy a dohánynak a káros hatásai. És persze le van írva, hogy mind a mellett még mindig vitatárgyát képezi, és különösen akkor, hogyha ez más iparágak hosszú távú nyereségét és tevékenységét érdeksérelem útján de veszélyezteti. Pont erről beszéltünk, tehát akkor ez már nem összeesküvés elmélet. Ebben az a legszebb, nekem azt tetszik rettenetesen ebbe, hogy ő egy dohányzás ellenes ligának a kulcsfigurája. Tehát ő odakint egy olyan emberke, mint itthon nálunk Demjén Tibor. Már hogy Ian-re gondolsz? Ian Erickson. Gadal. Nem, aki... Aki a cikket Gatchell, írta? Gatchell. Nem, akiről szól a cikk, Bob Gatchell. Bocsánat, igen. Long time anti-smoking advocate, igen. Tehát dohányzás ellenes kulcsfigura ő. Tehát nagyjából az itthoni Demjén Tiborunknak felel meg ő. És ő ugyanabból a pozícióból, Demjén Tibor álláspontját ismerjük, ő szajkozza a WHO és a gyógyszer cégek hülyeségét. Ezzel szemben Gatchell közli, hogy abszolút az elektromos cigaretta pártján van, és mind a törvényalkotókat, mind azokat a akadémiai tudós embereket, akik megpróbálják eltántorítani az embereket a vépeléstől, megveti, mert hogy az lenne a dolguk, hogy életeket mentsenek. És itt ez egy elképesztő, tehát hihetetlen. Amerre néztünk, általában az ilyen Demjén típusú figurák, akik itt a dohányzás ellenes gócfonctokba voltak, valahogy mindenki azt az álláspontot képviseli, hogy nem, úristen, nehogy már ez. És itt van egy ember, aki ugyanazt a vonalon megy, és kimeri mondani, hogy igenis, szemétség, amit csináltok, szemétség, hogy félremagyarázott kontextusból kiragadott félkutatási eredményekkel riogatjátok az embereket, amikor itt ember életek megmentéséről van szó. Nagyon-nagyon fontos. Ahhoz hasonlítja egyébként még az egész történetet, hogy most a dohányzáshoz képest az elektromos cigaretta az olyan, mint annak idején, amikor bejöttek az automobilok. Igen, és a szekér és lóipar összefosta magát, hogy mi lesz, és be akarták tiltani az autókat. Igen. Az autókat. Igen, igen. Nem voltak túl boldogok. Angliában nem lehetett, nem, először úgy volt, egy pirozászlót lengető embernek kellett az autó elől menni. Aztán Angliában 30 km/h szabták meg a maximális sebességet, és már akkor elkezdtek ilyen sebességmérők fölbukkanni a rendőröknél. Azt nem tudom, hogy éppen azok hogy működtek, de az angol autóklub annak köszönhette a népszerűségét, hogy fizetett emberek állítottak meg autósokat, hogy a következő sarkon mér a rendőr. Érted? Mert egyébként ugye az autók már akkor képesek voltak 60-80 km/h sebességre, de 30-ra voltak kárhoztatva. Szóval ez valami téboly. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez is kifogja azért magát. Egyébként nőn, és reméljük, hogy győz a józanész, igen. Én ezt bocsánat, most azért megtapsolom. Van még itt egy érdekes mondat, amit kimertek mondani, hogy azzal vádolják a kormányzati ellenfeleket, hogy az egész csak az ipari lobby és a pénz miatt történik így. És valóban, tehát egész hát más ez annyira nyilvánvaló kontextusban lenne, hogyha amit már nagyon sokszor felrajzoltunk, az nem úgy lenne.
így valahogy nagyon meg van bolygatva ez a mékas, és hogyha ilyen emberek is csatlakoznak, és a hangukat hallatják, tehát így amíg mi kiabálunk, és sírunk, meg petíciózunk, meg ilyesmi, hát nagy évbe letolnak ezek, nem egy ligába játszunk, de amikor ilyen arcok elkezdenek ilyen dolgokat szellőztetni, és a keresztvizet leszedi nagyjából az LCG ellentáborról. És tegyük hozzá, hogy ez így a legjobb, hogy egy ilyen ember, megmondjuk, mellé megtámogatva, akár mondhatnám az olasz, vagy a görög, vagy bármilyen olyan orvossal megtámogatva, aki vizsgálatot végzett, kutatást végzett, mondjuk nem 2-3-5-10 emberrel, akit esetleg az érdekelt lobby választott ki. Igen, ez a két ember típus összeadódik, akkor ők nagyon jó dolgokat tudnának a témában, adott témában tenni. Azt azért tegyük hozzá, hogy igazából ők nem az első a sorban, mert igen, azért el kell ismerni az érdemeket. Farsalinos és az a más közel 20-25 ismert kutató, aki ezzel foglalkozik, Clive Bates, aki szintén a dohányzás ellenes oldalon nagyon-nagyon sokat mozgott, és a jogi oldalát betéve tudja az egész történetnek. Tehát vannak itt emberkék, de nekem ez most különösen megdobogtatta a szívemet, mert ő a külföldi Damien Tiborunk, és ő mégsem a gyógyszerlobbi és a gyógyszerlobbi zsebének az érdekeit képviseli, hanem nagyon keményen odacsap ebben a kis cikkben. Zseniális. És beszéljünk arról is, ugye, amit az előbb így elsiklottunk fölötte. Ez bizony a Twitteren jött körülbelül, igen, 25 perce. Tehát ilyen dolgokra azért baromi jó és érdekes feliratkozni, és ha már ez nagyon jó, hogy most jött, mert lesz egy nemzetközinek is mondható Twitter bomb, amit Clairvoy küldött nekünk, mégpedig a COP6 vagy COP6 mindenki. COP, igen. Nem jól artikuláltam, COP6. Igen. Mindenki, ahogy... Hát, ha orosz, akkor szórhat. Igen. Igen, hatszor, mindenki, ahogy hatszor, akarja. Hatszor COP6. Ugye ez a COP6 azért hat, mert ez a hatodik, és a COP az pedig a Conference of the Parties lesz. Ez a résztvevő konferenciája, rendkívül intelligens elnevezés. Igen, ötletgazdag. Szóval ez lesz Oroszországban október 13-tól 18-ig, és igen, 10 órakor nyitnak október 13-án, és felszólítanak ezzel kapcsolatban erre a Twitter bombra, nem ők természetesen. Mindenkitől azt kérik, hogy ezzel kapcsolatban hallassák a hangokat a Twitteren. A Twitter az egy hatalmas nagy szürkezaj generáló valami lehet. De ilyen dolgokra is fel lehet használni. Bárki, aki adott időszakban, azaz azt mondja, hogy még nem indult el, de szeptember 21-e és október 12-e között arra kérik az embereket, hogy twitteljenek a témáról, és azt úgy tegyék, hogy hashtag COP6, nem SC, tehát Cecil Olga Péter 6. Ha ezzel a hashtaggel illetik a mondandójukat, akkor az a Twitteren egy külön feedben, hogyha valaki rákeres erre, akkor az egy gyönyörű, hosszú thread lesz, és az folyamatosan frissülni fog, és látni fogják, hogy itt van ez a tömeg, és hallatják a hangukat. És nem csak a WHO hazug szemétségeit lehet majd látni. Így. Úgyhogy én megrögzött Twitter használó vagyok, aki teheti, és van egy kontója, a szeptember 21 és október 12 az egy tág intervallum,
nyugodtan, nyugodtan ezzel a hashmark cop hattal nyugodtan kommentálja a saját véleményét a WHO-s témában. Ha másért nem, azért jó, hogy lássák, hogy tömeg van. Kíváncsian fogom várni egyébként a Twitter feedet, hogy... Ki lesz a Facebook oldalunkon is a Ziegler Ferét most linkelt át nekem. Ki lesz a Facebook oldalunkon is a Twitter bombra való fölhívás, illetve Feri ezt mindig, ha ilyen van, akkor nagyon lelkiismeretesen követi le. Úgyhogy akár onnan is el lehet majd indítani szerintem a történetet. És hogy így átkössek egy picit ehhez, én már annyiszor akartam ebben az ügyben, hát rossz magyar szóval ugye nem reflektálni, hanem respektálni. Van fordításunk, ugye múltkor megígértük azt hiszem az előző podcastben, hogy ezt a cikket is lefordítatjuk, és van nekünk egy ilyen titkos fordító gurunk, trikker fórumtársunk, akit most már tényleg valami találkozóra el fogunk csalni, és amit eszik, iszik, amihez csak kedve van, azt én személyesen, még csak nem is az Egyesület, hanem én személyesen fogom állni, mert ahányszor ilyen problémával fordulunk hozzá, mindig azonnal segít, úgyhogy holnap az Egyesület oldalán kint lesz a cikk. A cikk egyébként, ha emlékeztek rá, akkor az Untermensek visszatérése a cikk és a Nicorette által forgalmazott újfajta cigaretta helyettesítő eszköz kapcsán ír a cikk eredeti írója arról, hogy ez mekkora egy aljasság, és ezt fordította le Trikker fórumtársunk, úgyhogy ezúton is megint hálás köszönet neki. Az jutott még eszembe közben, bocsánat, hogy egy picit visszakanyarodok itt a számokkal való dobálózásra, hogy annyiféle szám van, nekem csak egy, de annyiféle szám kereng akár a magyar véper kultúrában is a leszokott, az átszokott, a párhuzamosan használó, meg az egót használó, meg a mit tudom is én mik felől, hogy én annak baromira örülök, hogy mi nem csak üres számokkal dobálózunk, hanem nagyon előrelátóak voltunk, és csináltunk egy még jelenleg is zajló kutatást, vagy nem is tudom, kérdőívet, felmérést, igen, amit másokkal ellentétben mi számokkal tudunk igazolni, hogy ki, mit, milyen gyakran, hogyan használ, mióta, és hogy váltani fog-e, vagy nem-e fog-e váltani másik készségre. Készségre. Úgyhogy ez csak ilyen kis intermezzo volt, mert a Twitter csatornás bejegyzésnél jutott ez eszembe, mikor ott megláttam a számokat, meg más történések miatt, és ennek kifejezetten örültem, hogy mi nem a számokkal haigáljuk egymást, hanem majd a kész tényekkel az Egyesület a megfelelő szakmai fórumot, mint hivatalos és egyetlen Egyesület Magyarországon. Megtámadja. Hát, mint inkább mint a mondandóját fogja alátámasztani vele. Git egy lett. Gigiri git egy lett a házban. Kicsit lemaradtam az elejéről, mert technikai szünetet kellett tartanom. ez a biobreak, tehát ez egy nagyon jó megfogalmazás. Ja. Ez a WHO téma volt, aminek az elejéről lemaradtam?
Nem, elmentél, nem, és utána közvetlen rád váltottunk, és téged beszéltünk ki a podcast alatt. Amúgy, de majd meghallgatod. Igen. Ennyit, ott még egyszer már nem mondjuk el. Azt hittem, hogy a WHO-sodat mondod. Nem, nem, nem. A WHO-s? Melyik WHO-s? Amit oda a 4-es pontba beraktál. Ja. Tegyünk már különbséget a kettő között. Kettő épp között, most kattintottam igen. meg, és igen, csak egy rövid intermezzo, hogy ez sajnos ideig kell jutnunk, hogy ezt 50 helyről linkelni, 50-szer elmondani, lehet, hogy sokaknak unalmas, de nem lehet elégszer kihangsúlyozni, mert nem tudják, hogy mi az az e-cigi, mik a biztonsági kockázatai, mik a hatásai, mi a különbség, kapudrog, meg szóval objektívnek nekem, kell maradni. Nekem mindig az a megdöbbentő, amikor az e-cigarettát köpködik, hogy és nem mondják mellé a hagyományost. Tehát amikor az e-cigaretta van, akkor az úgy önmagában. Hogy ez mekkora egy szar. És hogy nem ismerjük a kockázatait. És izé, és fúj, és ne, há. És tudod, ez józan paraszt ember, nagyapám az volt, tehát józan paraszt ember, és mi van benne? Hát a növényi glicerin, propilenglikol, meg elméletileg valami ízesítő. Ja, és mi van a dohányban? Újjaj, na itt kezdődnének a problémák. Tehát így a kettőt együtt kell nézni. Miután az e-cigaretta a dohányzás alternatívája, ez egy alternatív nikotinbevételi technológia, ezért a kettőt egymáshoz viszonyítva, tehát nem a kristály tiszta hegyi levegőhöz kell viszonyítani az e-cigarettát, hanem a cigarettához, a büdös, mocskos bagóhoz. És akkor mindjárt látszik a kettő közt a különbség, és mindjárt nincs az a barom kérdés, de hát ez károsabb, mint a cigaretta. Ja, édesapám, akkor hónaptól kezdve csak égő cigarettán keresztül vehetsz levegőt. Dögöljé meg. Érted? Azért kérdeztem, hogy tartunk-e már a WHO-nál, mert én elgondolkoztam ezen az egész történetet, és próbáltam két lépést hátrébb lépni ettől az egész témától, mert ugye nyakig benne vagyunk, és azonnal az összes ilyen WHO-s hülyeségre már vörös posztót lát az ember, és nehezen gondolkodik józanul, és így próbáltam két lépést hátra lépni, és így megfelelő perspektívából szemlélni ezt az egészet, és megdöbbentem a történeten, úgyhogy megosztom veletek ezt, ha érdekel benneteket, az egésznek az abszurditását. Tehát egyrészt a WHO valami elképesztő tudathasadásos skizofrén állapotba csavarta magát, ezen a görcsös valahogy meg kell akadályozni, hogy az elektromos cigaretta tért nyerjen háborújába, és önellentmondó, zagyva hülyeségeket magyaráz. Tehát már az se füle, se farka az egésznek. És elkezdtem az alapjaitól gondolkozni, hogy mit csinál a WHO? A WHO küzd a dohányzás ellen. Miért küzdünk a dohányzás ellen? A dohányzás ellen azért küzdünk, mert a dohányzás károsítja a saját egészségedet, a közegészségügyi szervezeteknek, a társadalombiztosításnak világszerte irdatlan terhet jelent, emberek idő előtt meghalnak, stb. Tehát igen, a dohányzás, ha ezt így vesszük, rossz dolog, ez ellen tök jó nemzetközileg föllépni és valamiket kitalálni. Ott van a másik rákfené a dohányzásnak, ugye, hogy füst jön ki belőle, tele van mérgező anyagokkal, a környezetednek sem jó. Tehát igen, nem indokolatlan, hogy olyan lépéseket foganatosítsanak, hogy adott területekről szorítsák ki a dohányzás, hogy aki nem dohányzik, annak ne kelljen idézőjelben élveznie a dohányzás áldásos hatásait. Tehát ez a kiindulási alap. Van egy ilyen alapvetően rossz történet, és ők elkötelezetten, tűzzel, vassal küzdeni próbálnak ez ellen. Na, szuper! Ha eddig tartan a történet, akkor azt mondom, hogy tisztelendő és becsülendő történet, hajrá, srácok, mindent bele. Na de, jön egy új készülék, ami mit csinál? Csökkenti a dohányosok számát. Tehát nagyjából ugyanazt az eredményt segíti elő, amivel ők indokolják, hogy miért is kell a dohányzás ellen küzdeni. Azt gondolná az ember, hogy formális logika szerint ez egy jó dolog.
mit csinálnak? Nem, ez nem egy jó dolog. Úristen, ez ellen küzdeni kell. Amit te is mondtál az előbb, teljesen kiragadva, önmagában vizsgálva. Úristen, hát ez egy szörnyen rossz dolog. Tehát ember, hülye vagy, bazd meg. Csökkenti a dohányosok számát. Kevesebb ember fog dohányozni, nem ezt akarod elérni? De. Na, és akkor itt jönnek ezek a nagyon durva tudathasadásos dolgok, hogy egyik a kommunikáció a dohányzásról egy mozdulattal átvált a nikotin függőségre. De ez is nikotint vízbe is a nikotin függő dolog. Könyörű, miről beszélsz? Közöd van hozzá neked, mint egy államnak, hogy én dohányzom és tönkreteszem magamat, és azért hamarabb fogok meghalni, és az egészségügy kurvára utálni fogja, hogy mennyi macera van velem az életem végén, ezért emeled a cigaretták árát. Kitiltasz, mint dohányost a közterületekről, stb. Ez így tökre érthető. De onnantól kezdve, hogy nikotinfüggőségről beszélnek, ami az én privát függőségem. Lehet, hogy az lenne a függőségem, hogy csipkés női zokniba sétáljak föl alá esténként. Kinek mi köze van ehhez a függőségemhez? Ártok vele bárkinek? Nem. Hogy? Hogy jön ez a nagyon durva logikai bukfenc, hogy akkor jó, de akkor a nikotin. De ha már még ebbe is belemegyek, mondjuk azt, hogy tudod mit? Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy nem vagy hülye, valami bajod van a nikotin fogyasztással. Igen, mert a nikotin az rossz. A nikotin rossz, akkor miért nem tilthatjátok be az egyéb alternatív nikotinbeviteli eszközöket, a piedesztára helyezett inhalátort, tapaszt, rágót, anyám kínját, amivel annyi nikotint viszel be a szervezetedbe, amennyit nem szégyelsz. Ezek mind-mind teljesen elfogadott történetek. Most akkor baj van a dohányzással? Igen. Csökkenteni kéne? Igen. Akkor csökkentsük, ja, de ne úgy. Ja, miért? Mert az nikotin. Ja, hogy baj van a nikotinnal? Igen, baj van a nikotinnal. Igen? Akkor mi van ezekkel a nikotinbevitel? Ja, azok jók. Vagy akkor mi van? Szedjétek már össze a szarotokat, bazd meg. Hát össze-vissza beszéltek. Elképesztő. Egészen elképesztő. Hát ez a nyuszika. Van egy száll cigid? Ja. Van rajta csapka? Ja, ha, tök mindegy, hogy van cigit, de annyira kilóg a lóláb egyébként, és most már több helyen olvasom azt a kritikánkban, hogy annyira kezd analóg lenni a madárinfluenza című hisztéria keltéssel annak idején. Tudod, ez a oltóanyagot, mert meghal a világ, érted? Azt nem tudom, akkor mondtam-e, hogy ami nekem szemet szúrt, az a pont az oltóanyag, és ez az influenzás történetnél is előfordult. Történet. Tehát az influenzás esetnél is előfordul, minden évben, ha megfigyelitek, azt mondják, hogy influenza vírus jön. Még itt van az idő, 2 hónappal előtte vagyunk. A védettség kialakul egy hónappal előtte, van egy hónapotok, oltassátok be magatokat. Spájzoljatok. Ez volt az első fázis, következő. Már csak egy hónap van. A védettség kialakulása egy hónap. Mindenképpen jó eséllyel kialakul a védettség, oltassátok be magatokat. Második kör. Eltelt egy hónap, már csak 2 hét van. A vírus feltehető előbukkanása körülbelül 2 hét. A védettség igen jó eséllyel kialakul ez alatt a 2 hét alatt. Oltassátok be magatokat. Kialakul a, vagy fölüti a fejét az influenza vírus, még mindig nem késő. Oltassátok be magatokat. Tehát ugyanez az analógia. Ugyanez. Itt egy porszívó ügynök komolyan. Ja. Annak idején, amikor volt ez a madárinfluenza, ugye én egészségügyi intézményeket járok, tehát én úgy gondoltam, hogy sokkal jobban ki vagyok téve egy ilyen fertőzésnek, mert ugye ráadásul laborok, tehát ahol fertőző anyagok vannak jelen, mondjuk pláne mondjuk egy mikrobiológián, ahol tenyésztés folyik, tehát ott annyira toppon kell lenni, hogy a táskát sem mindegy, hogy hova rakod le, hogy fertőtlen, hogy mosol kezed, hogy fertőtlenítesz, stb. És beoltattuk magunkat. Hát gyerekek, azt a pánikot, ott az elsők között voltunk, ember nem volt, aki beoltson minket, úgy kezdődött. Tehát itt Szegedi Klinikán, ahol a
fél ország ilyen agysérültjeit, meg sürgősségi ellátásra, meg helikopterre hozzák a beteget. Nem volt olyan ember, aki azt mondta, hogy oké, gyerekek, én beadom nektek. Ott voltunk a vakcinával, és álltunk, érted, és vártuk, hogy csak lesz már valaki, bassza meg, aki egy kurva injekciót bevér nekünk adni. Úgyhogy mindenki olyan parába volt, és akkor végül jött egy nővér, egy ismerős nővér, és akkor mondta, hogy hát jó az, hogy én beadom, de egy fél órát maradjatok itt, nehogy ilyen sokkot kapjatok, vagy valamiért. Ez brutális volt. És akkor utána kezdődött a nagy népoltás, tehát mikor mi beoltattuk magunkat rá 3 vagy 4 hétre, akkor már mindenütt voltak úgynevezett oltóhelyek, ahova mehettek az emberek, és láttam a rettegő orvosokat, érted, hogy itt most anafilaxiás sokkot fognak kapni az emberek, de nem, hál' Istennek, tehát teljesen normálisan lement, de annyira látszott, hogy most ezt a kurva oltóanyagot el kell rohadtul adni, tehát itt ne maradjon belőle sem ennyi, mert megvettük, meg itt van, meg legyártattuk, meg nem tudom én, és ez a világon szerintem mindenütt így ment. És aztán nem lett az egész influenza járványból semmi. Persze mondhatnák, hogy azért, mert, hogy az emberek leoltatták magukat, és ezért, de nem. Viszont olyan altatóorvos ismerősöm volt, aki elkapta, annak ellenére, hogy beoltatta magát, annak ellenére, hogy nála már elméletileg ki kellett, hogy alakuljon a védettség, és majdnem belehalt. Tehát az valami brutális volt egyébként, tehát akik tényleg komolyan belekerültek, azoknak nem volt jó élmény erről az influenza járványról, illetve a madár influenzáról. De ha megkérdez az illetékeseket, akkor ez az ismerősöd, ő statisztikai hiba volt. Mert egyébként minden működik, és minden rendben. Ez így van. Ez így. Még az jutott eszembe, azt elmondanám, bocsánat, mielőtt elfelejtem, hogy a másik nagy ellenérv, amit szoktak hozni, azon is elgondolkoztam, hogy a fiatalokat rá fogja szoktatni a dohányzóra, stb. És jönnek ezek az emberek, és be akarják tiltatni. Hát mindannyian voltunk kamaszok, emlékszünk. Mi édesebb, a tiltott gyümölcs, vagy az elérhető gyümölcs? Úgyhogy ha szeretnék, hogy minden kamasz azután ácsingózzon, hogy végre tiltott elektromos cigarettát lógathasson a szájába, akkor csak hajrá előre. Ezt így kell. Tehát ez a füle, se farka. Bújtatott reklám egyébként. Minél jobban tiltjuk, annál inkább érdekelni fogja őket. Ennyi. A másik dolog, amire ki akartam térni, hogy ma a munkából kifolyólag összefutottam a német egy nyugdíjas orvossal, aki Németország egyik vezető mikrobiológiai laborjának volt az igazgatója, és hát szakmailag egy elismert szaktekinté, és megkérdeztem tőle, mondom, ha már ilyen beszélő közelbe vagyunk, és tudok tőle, megkérdeztem tőle, hogy mondjon már valamit erről, hogy emlékeztek valamelyik adásban volt a szuperbaktérium és a liquid viszonya. És akkor így elmondtam neki, hogy hát propilenglikol, növényi glicerin, esetenként még nikotint is tartalmaz, és körülbelül 5 percig vigyorgott. És aztán elmondta az egészről a véleményét, hogy nem tudja, ki írta le ezt a baromságot, de a szuperbaktériumoknak mindenféleképpen fehérjére van szüksége. Tehát azok a szuperbaktériumok, amik ugye a kórházban túlélik a különböző gyógyszeres kezeléseket, és piszok gyorsan tudnak terjedni, és nagy fertőzéseket okoznak, vagy hát kvázi akár járványokat is okozhatnak egy-egy osztály részen, azoknak fehérje a táptalajuk. Tehát nem propilenglikor. Nem, azt mondja, hogy bármelyik... Nem alkohol és zsír a táptalajuk. Különösképp szeretik akkor a tojásos nokedlit? Így van. Most még ilyen likvideket nem keverünk, de ezek után fogok.
Tehát ez a, és elküldöm a WHO-nak tesztelésre, mert ez valami hihetetlen. És akkor mondta, hogy hát táptalaj, hát annak idején minden mikrobiológus úgy kezdi a táptalajgyártást, hogy húst főznek. Érted? Húsleves, az az egyik legjobb táptalaj. Tehát fehérjében, zsírban, és még hozzátesznek különböző dolgokat, de nikotinban azt mondja, az szinte biztos, hogy nem fog szaporodni. Tehát ez kizár dolognak tartja. Úgyhogy szakmailag azt mondta, hogy ez egy baromság, amit ott állítanak. Tehát ha szaporodik, akkor az nem a likvidben, és lehet, hogy a szipkán, lehet, hogy a szádban, lehet, hogy a nem tudom én miben, de hogy nem segíti elő, és nem tud benne tenyészni, az teljesen egyértelmű. Ennyit a óriási okosságról. Pedig azok is mekkora szalag címek voltak. Úristen! De mondom, annyira baszta a csőrömet, nem mondom, ha valami komolyabb szaktekintélynek a közelébe kerülök, Isten bizony rákérdezek. Hát és akkor miért nem kérdezted eddig tőlünk? Nem az a, tőletek tudod, mit kell kérdezni? Kiné van a git? Rosszabb vagy. A Weissnél volt? Weissnél volt Weiss, így. ennyi. Kedves hallgatók, a Mária Rádió gitéleti műsorát halljátok. Van még ennél lejjebb? Nincs. Spoilereznék egy picit. Nagyon durván belemegyünk mindjárt a 2 órába, úgyhogy fölpiszkálom a kedves hallgatóknak az érdeklődését a következő heti adás meghallgatása iránt, és csak egy mondatot kiemelnék az 5-ös pontból. A fentiek alapján jó lesz ez a mondatrész szerintetek? Tekergetnem A fentiek alapján